Üdvözlök mindenkit, nekrokrim. Vagyok, srácok, megígértem, és már számon is kértétek, úgyhogy um, beszélgessünk egy kicsit az augment modokról, és egyben uh, elárulom azt, hogy mely uh, válaszokat választottam ki arra, hogy a barúk augment modjai uh, legyenek. Természetesen, ezt mint mondtam, valaki írta, hogy van-e már hír az augment modokról? Hír az nincs, de most el fogom árulni, hogy melyeket választottam ki. Akkor jön majd ki hír róla, gondolom, amikor átnézik a több ezer választási lehetőséget, amit beküldtek a, a partnerek, ugye? És hát már aki megkérdezte a közösségét, én megkérdeztek titeket, úgyhogy ha kijön majd a baruk augment, akkor elválik, hogy esetleg volt-e olyan közte, ami, ami amit mi Uh, tudtunk javasolni, ugye. Um, ha jól emlékszem, a, Vukong Wukong változásainál, uh, amikor javasoltunk, az egyik live rengetegen javasoltatok, tök sok változás mindegyik Warframe-re, és uh, ugye volt, aki javasolt arra, hogy a Wukongból jöjjön ki egy ilyen ikertesó, és az is harcoljon, és az például megtörtént. Szóval gondolom, annyian javasolhatták azon rajtunk kívül, hogy, hogy uh, hogy is mondjam, jó ötletnek látták. Végül És reméljük, hogy uh, ugyanez elő fog fordulni barukkal is, tehát az egyik ötletünk ott lesz. Uh, ebben az egészben. Szóval, <kül> jöjjenek a uh, nyertesek, nevezük nyertesek, jönnek azok, akik, akik a választát kiválasztottam, és uh, mivel hogy sokan írtatok ugyan, ugyanazt, ugyanazt a dolgot, ezért úgy döntöttem, hogy, hogy kiválasztom kiválasztom azokat a válaszokat, amelyeket többen írtak, vagy hasonlóan fogalmazták meg, hogy legyen. Úgyhogy az egyik az fantomi volt, fantomi 1996, hogy az egyes skilljére a képesség védelmét egy ringen belül kiterjeszti maga körül, amivel a körülötte lévő társakat védi max. 5 méteren belül. Mondjuk én kitartanám ezt egy ilyen 10 méterre. 5 méter ez nagyon kicsi lenne. Szóval a lényeg az, hogy az egyes képesség ugye, hogyha nem támadsz, akkor átlősz, te sebezhetetlen vagy gyakorlatilag, és ez kiterjeszte a társakra is. Ez egy hasznos augment mod, mert a videó további részében beszélgetünk egy kicsit az augment, modról, augment modokról. És a, a kettes képességére az Donnie Master és Halo 1, Halo 1 vagyis Halo egy Warframe, bocsánat, szóval a Master 2012, Halo egy Warframe, nek a válaszait választottam ki, és az pedig kettes képességre, ugye, hogy az altató mező magával való hordozása nagyon OP-vá tenni a, a Warframe-et, az biztos, de, de tetszik maga a koncepció, úgyhogy azt választottam ki, mm. A, a másik a harmadik képességére, azt egy, azt egy saját ötletet választottam, hogyha nem haragszatok meg érte, és egy olyasmi lenne, a harmadik képesség azt csinálná, amint a garudának az ultia, a töröket kilőni, csak egy fordított arányba mondjuk, ahány tör eltűnik, annyiszor több tört lő ki magából, és újra kapcsolható lenne a képesség, de tegyük fel, mondjuk van 13 töröd, ha eltűnik 12 tör, akkor 24 tört fog kilőni magából a harmadik képességére, hogyha újra elkapcsolod, szóval valami ilyesmi lenne. A negyedik képességnek hogy őszinte legyek, nem nagyon éreztem meg, úgy láttam, ti se nagyon um, voltat nagyon, hogy mit lehetne csinálni a negyedik képességéről, ezért ezért nem igazán javasoltam semmit. Nekik, uh, Volt Hunter kolléga írt egy, egy, nagyon jó javaslatot, csak eltűnt neki a kommentje, és, és, néha előfordul, hogy ír valaki egy kommentet, amire megnézem, addigra, addigra már nincs ott, tehát itt törlődik, nem tudom, hogy miért csinálja ezt a Youtube. De nem csak ennyi történt, ami az Augment módokat uh, illeti a Digital Extreme-nél. Uh, ha figyelted mostanában a, a, a híreket, akkor rengeteg Augment mód megváltozott. Valkyr, Ash, Atlas, Oberon, Excalibur, Hydroid, Meg, Mesa, Mirage, um, Rino, Sarin, Volt, Zephyr, Ember, Frost, Oberon. Um, ezek mind-mind megváltoztatják az Augment módjukat, uh, úgymond mondhatni, hogy kisebb buffot kaptak ezek az augment modok. Fellemolvasom olvasom mindegyiket, hogy mit csináltak, érdemes néméket kipróbálni. És <coughs> itt kérdezném meg tőletek, hogy, hogy, hogy a mai warshrame-ben, a mostani warframe van -e már, van-e még igazi haszna az augment modoknak? Régen, a, amikor kellett egy, egy Vampir Trinity, akkor, akkor volt haszna, az extra shield -nek volt haszna. de um, Desecrate Necros, uh, azt hiszem, hogy, hogy most régen volt haszna, de most túlélem nélküle is, uh, úgy Isten igazából, és, és úgy, úgy van-e még igazi haszna az augment augmentmonoknak? Esnek megváltoztatták a Rising, uh, a, 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 Blade Storm, a augmentjét, a Rising Stormot megváltoztatták, de es. Én értem, de est évekkel ezelőtt tönkretették úgy, ahogy volt. Tehát a fél Warframe közösség sírt azért, hogy az ES milyen OP, meg ellopja a killeket, meg minden, és úgy, ahogy volt, tönkretették egy, egy, egy gyors gyilkoló gépezetből egy nagyon lassú. Gyilkoló gépezetet <laughs> csináltak, és és a legtöbb augment mód úgy isteni igazából van a mostani Warframe-ben haszna, és régen úgy éreztem, hogy az augment modoknak az a célja a warframe hogy olyan módon változtassák meg a karakteredet, és egy olyan képességet engedjenek meg, a karakterednek, ami, ami nem volt fellelhető másik karakterben, vagyis, vagy hiányzott a Warframe-ből, és ezáltal a Warframe, akire ráraktad, megnyerte azt a képességet, és mondhatni így egy kicsit, hogy fejlesztők időt nyertek azzal, hogy ne csináljanak egy új warframe hanem megadták azt a képességet annak a warframe és azzal a képessége az a warframe az adott specifikus játékban öm, öm, el tudta érni a célját. Aztán, ugye idővel sok warframe lett most már, és, és az Augment modok, amik léteznek, léteztek, azok az Augment modok haszontalanná váltak egy bizonyos szempontból, mert a, az új Warframe-ekben azok a képességek, amelyek, a, amelyek kell helyettesíteni lehet az Augment modokat. Ezért most uh, a polcon maradnak azok a, azok a Warframe-ek, polcon maradnak azok az Augment modok, tisztelet a kivétel, oké, okay, tisztelet a kivétel, um, és azért, mert hogy léteznek most olyan Warframe-ek, azokat az augment modokat tudják helyettesíteni, vagy effektívebben tudunk ölni, vagy effektívebben tudunk tömeget szabályozni, vagy uh, mind a kettő tudja egy Warframe, tömegszabályozás és gyilkolás is egyben, ezért ezért nem feltétlenül szükséges már egy Vampir Trinity-t uh, hozni, ugye uh, gyakorlatilag Trinity-t sem látok már játszani uh, a Warframe-ben. A régen az egyik legstabilabb karakter, az egyik legstabilabb karakter szinte minden játékon ott volt, de Trinity manapság nem látom már, egyszerűen nincs már rá szükség. Uh, ugyanez igaz a megre, és azon kívül, hogy ugye a megnek megint sokat változtattak, szerintem a rossz irányba sem, mint a jó irányba. Uh, a megnek mi, 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 miért használnék augment mudat mostaság? A gridi pult megölték, a, a, a kettes kép, a régi kettes képességet, ami bolygópusztító volt, és igazi értelme volt használni augment moddal az extra shield miatt, azt, azt gyakorlatilag így megölték. Um, és és ezen kritikus karakterek um, így, 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 elvesztek. Mirázs, Total Eclipse. emlékeztek még a Total Eclipse-re? Még mindig, még mindig, benne van a Mirázs modolásomban, mindig is benne lesz a Total Eclipse. A Mirázs a, a Rino mellett régen, a Rino mellett buff karakter volt, buff karakter. Érted? Vittünk, vittünk, vittünk egy Reno-t, vittünk egy Mirás, vittünk egy Damage-est és egy, és egy Trinity-t. Ez volt egy csapat. Amikor Endurance-ra mentünk, olyan pályára, mint egy Excavation Endurance-ra mentél, Trinity buff Rino, vagy, vagy, terület, terület elosztva buffal, szóval Rino, hogy dobbantson, feltartsa az enemit, egy, egy Total eclipse Mirage, ami 200 plusz százalékos buffot ad, egy damage bármilyen karakter, és, és ott volt egy trinity, hogy életben tartson. És, és ment a csapat, és, és hol van ez a csapat? A Total Eclipse mostanra uh, halott lett, mivel hogy a legtöbb Warframe uh, damage et ad saját magának tömegkontrollal. Szóval van-e még helye a Warframe-ben az Augment modoknak? Ez itt a kérdés. Uh, és hogyha van helye, az augment modoknak milyen átalakítást kell csináljanak ahhoz, hogy az emberek úgy érezzék, hogy érdemes őket berakni. Mire gondolok itt? Legyen, legyen tényleg valami olyan, olyan annyira hasznos képesség, ami mint régen, hogy nem volt fel lehető a Warframe-ben, ezért az augment modok megengedték, hogy fel lehető legyen a Warframe-ben. Vagy, vagy inkább, tolják át az egészet most már csak egy ilyen fan hogyha meglövöd az elemit virágnő ki belőle kategóriára, és, és, az augment modok más ne csináljanak, csak, csak hozzájáruljanak a fun gameplayhez, semmint hogy a hasznos gameplayhez, ha értitek mire gondolok. Ez itt a ez itt a nagy dilemma uh, jelen pillanatban, ami megfogalmazódott uh, bennem. Azt hiszem, hogy már csak az öregek beszélgetnek ilyesmi a warframe Mire kíváncsiak a fiatal warframe ez itt, ez, itt a, ez itt a kérdés. Miről kell beszélni egy újonc új warframe esen Na jó, le, hát újonc új warframe videók is vannak sokak. Na jó, van. nagyon köszönöm a figyelmet, mert egyetértesz velem. Dobj el like iratkozz fel, csengőjeles kéren nyomjál rá, Discord szerverünk bárki számára elérhető link a videó leírásában, klámba lehet csatlakozni előbe a játékban, um, mit akartam még ma? Facebookon írhatsz üzenetet, mindenhol, mindenhol ott vagyunk, mindenhol ott vagyunk. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!